Köszöntöm a Debreceni Podcast nézőit, illetve hallgatóit. Közel két év telt el azóta, hogy bejelentették akkumulátorgyár épül Debrecenben. Azóta összesen hét akkumulátoripari beruházásról tudunk, ami a városra érkezik. A debreceni akugyártás ellen szinte kezdettől fogva számos civil tiltakozik Debrecenben is Mike Pércsen. Az ellenállásnak ma is vannak kitartó képviselői. A Debreceni podcast harmadik évadának 15. adásában a vendégünk két olyan személy, akik hosszú ideje aktív részesei a tiltakozásoknak. Ballok Ildikó vállalkozó Mike Piercsán lakó édesanyja, aki külföldi vállalkozásai miatt sokat járva határon túlra is, és Pintja Andrea civil aktivista, több civil szerveződés, többek között a Debreceni Zebeszerda mozgalom aktív tagja. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! A kérdezésben a segítségemmel lesz Kopányi Szabolcs, a Debrecinev újságírója, aki végóta követi aktív figyelemmel a Zebra Szerda tevékenységét. Sziasztok! Én pedig Polgártó Tamás vagyok, szintén a Debrecinev újságírója. Az első kérdésünk szokás szerint uh, ugyanaz. Mi foglalkoztat benneteket mostanában, és akkor fordulok először hozzád, Ildikó. Igen, amikor meghallottam, hogy ez lesz a kérdés, akkor uh elgondolkodtam, hogy ugye nagyon pici dolgot, vagy nagyon nagyot mondjak, de pont tegnap voltam gyógymasszörnél, mert fáj, fáj, nagyon a hátam, és ráadásul ez is a mi a kő, most majd a beszélgetésünk során majd azzal találkozunk. Ez a, az a mi anyák így van. a... Na, Egyesülete. Lesz, na. anyák a környezetért Igen, egyesület? így van. Uh, igazából sok inspiráció jön majd tőlük, tehát amikor majd beszélgetünk, akkor ha nem is mondjuk őket, akkor azt viszont mindenki hallja ki, hogy ők ott vannak nagyon. És uh, kiderült számomra, hogy az a gyógymasször egy édesanya. Uh, bántalmazásban meghalt a lánya Budapesten, a Bertok Kriszti, aki egy fotós volt, elég elismert fotós Budapesten, és az édesanyja most egy év után jött rá, hogy pontosabban úgy tudta feldolgozni ezt a fájdalmat, hogy erőt arra, hogy igazságot szolgáltasson a lányának. És mivel szó lesz arra, hogy a zebra szerda igazából mennyi mindent kapcsol össze, most jutott eszembe, nem tudom miért eddig nem, hogy neki kiváló lehetőség az zebra szerdára eljönni. Úgyhogy tegnap pont erről beszéltünk, kezdtünk kell beszélni, hogy hogyan tudná ő, mert ugye mi át általában a táblákkal a kezünkbe adunk a hangot a véleményünknek. Mindkettőnkben ő benne is nőként, meg bennem is az maradt meg, hogyha mondjuk a nőkről van szó vagy akár rák témában, mert ő ráadásul azzal is küzd, akkor például a rózsaszín szín, meg mondjuk ugye a női alak, és akkor valószínű ez lesz a meglepetés az egyik legközelebbi zebra szerdán hogy ő is hozza az ügyét, és, és az Ebraszerda majd ennek teret ad. Tehát ettől ilyen csodálatos az Ebraszerda, mert rengeteg témában ügyben tud lehetőséget adni. Hát az Ebraszerdáról részletesen beszélgetünk a következő percekben is. Előtte viszont fordulok Andreához Téged mi foglalkoztat mostanában? Hát nekem ilyen mindennapos programom, hogy túléljem az adott napot. Most próbálom majd besűríteni úgy a dolgaimat a mai napba, hogy be tudjam főzni a paradicsomokat, amiket leszettem, tehát most ez az esti éjszakai program. Jó a paradicsom termés? Jó, a paprika nem. És Szabolcs, műsorvezető társhoz nem szoktam fordulni, viszont nem tudom nem észrevenni ezt a kis fehér mackót, nem tudom, mutatom a kamerába, ő itt mit célt szolgál? járatban. Igazából neve nincs. Már el akarták tőlem kunyarálni egy csapos lány, aki azóta kiment külföldre, és nagyon szomorú, hogy nem adtam neki a macit. Egyébként ő kocsma a macit, tehát általában, hogyha leülök egy akkor viszem magammal. Most kivételt tettünk, itt nincs ő, de jó okay. társaság van. Említettem, hogy mind a ketten régóta tiltakoztok, most már, vagy régóta részt vesztek abban a, abban a civil mozgalomban, ami tiltakozik ezek ellen, a beruházások ellen. Első kérdésemként arra lennék kíváncsi, hogy hogyan csatlakoztatok ezekhez a tiltakozásokhoz, hogyan kapcsolódtatok bele ebbe az egészbe hogyha erről tudtok beszélni, akkor ezt nagyon megköszönöm, és, és, elsőnek talán Andrához fordulok, mert hogy ha jól tudom, akkor, akkor, először, tehát időrendben te volt az, aki hamarabb elkezdted ezeket a tiltakozásokat, de javítsatok ki, hogyha, hogyha rosszul tudom. Igen, tehát ez úgy indult eredetileg, hogy én nem a legelején tudtam meg az akkumulátorgyára kírét, hanem páromon keresztül, tehát ő kezdett el pánikolni. Én akkor még annyira nem vettem kommentet, nem is igazán voltak cikkek, amikből lehetett volna tájékozódni, viszont egy idő után már ezek elkezdtek berobbanni, de akkor még annyira minimális információnk volt a gyárakról, hogy könnyű volt az információkat észben tartani, reagálni rájuk, én iktatom ezeket folyamatosan, már most annyira nem, mert most már azért nagyobb a dömping így a cikkek a propaganda kapcsán, viszont akkor emlékszem, hogy az Alternatív Közösségek Egyesülete intézett először egy ilyen lakossági fórumot, ahol és legyettek a gyárak kapcsán, és én utána kapcsolódtam be erre a témára, Ezután kezdtem el posztolni Mikepércsen, a Mikepércs figyelő helyi ilyen Facebook csoportba, és ott ö, gyakorlatilag egyre nagyobb aktivitást ö, sikerült generálni, és valakinek jött az az ötlete, hogy ö, szerveződjünk össze, üljünk össze, és kezdjünk el beszélgetni, hogy milyen veszélyeket jelenthet ez ránk nézve. Ö, beszélgessünk róla, akinek milyen gondolatai vannak, tegyünk valamit, és akkor így gyakorlatilag a, a mike Kepécsenyák Környezetért Egyesület ö, Tagjai is már ebből a csapatból ö, álltak össze, de akkor még nyilván nem voltunk ö, civil szervezet. Miért érezzük az hogy tenni kell valamit az ügyben? Ö, mert azok az információk, amik már először napvilágot láttak, ö, bizonytalanságot keltettek bennünk, tehát válaszokat már akkor sem igazán kaptunk. Ö, akkor már, amikor létrejött egy ilyen csapat, akikkel együtt gondolkodtunk, akkor már túl voltunk a két közmeghallgatáson is, és azt tapasztaltuk, hogy nem kapunk válaszokat. Tehát, mintha egy falnak beszélnénk, lepereg róla minden erről a falról, és mivel akkor érezhetően nagy volt a feszültség, a nyomás, ezért ez, ez ránk is átragadt. Tehát éreztük, hogy ha más is bosszankodik, más is hiányában a válaszoknak, akkor talán itt van, mint aggódni. Ildikó? Hát ugye én követtem a <coughs> Mikepércsi anyáknak a tevékenységét, így nyáróta, tavaly nyáróta, és elkezdtem felfigyelni arra, hogy úristen, mi várható. Eléggé preventív alkat vagyok, tehát már elkezdett nem dolgozni az, hogy mit lehet tenni, és hát ugye vállalkozói múltam van, édesanyja, tehát túlélés eszközeit azért ismerem. Felmértem azt, hogy mi az, ahol tudok én tenni, és akkor ugye mi éppen pont egy ilyen válságban volt olyan értelemben, hogy rengeteg energiát tettek bele az előtt, februártól kezdődött, és már sokszor ilyen kilátástalan volt a helyzet, hogy milyen szinten lehet, hogyan lehet erről beszélni. Ugye már a propaganda is elkezdte elnyomni ezt, a, a lakosság meg lett osztva, tehát egy olyan pillanatban jött az az ötlet, hogy mi nem zebra-szerdázunk, hogy, hogy a miakő is azt mondta, hogy hát persze, csinál, csak valaki vállalja fel, mert ők már azért <coughs> elég sok mindent vállaltak, és nem fért ez bele. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy a két ünnep között, karácsony és szilveszter között, hogy ez a dolog tavaly. elindítható, tavaly, így van, akkor lesz létjogosultsága, ha viszont, mert ugye az volt bennem, jó, akkor mindenkinek azt mondjuk, januártól indítsuk, január tudjátok, megfogadjuk, ezt csináljuk. Mivel nagyon sokszor láttam az életemben, mert mentorkodok is, tehát főleg női életek kapcsán, és ö, azt láttam, hogy soha nem az van, hogy akkor majd, mert akkor tudja, hogy nem fog elindulni, vagy pedig csak elindul, és akkor a lángja kiha. Tehát, hogyha összeállunk, két ünnep között meghozunk ezt az áldozatot, ugye nagyon is mindig a család, az ételek, a, a, lazulás az van a két ünnep között, hanem hogyha ennek felül tudunk kerekedni, akkor ennek létjogosultsága lesz hosszú távon is. Elkezdtük, meg volt az első két alkalom, a két, nem, két ünnep között egy, és akkor január első napjé van a másik, ami a lányok is mind ott voltak megéreztük ennek az ízét, illetve olyan tagok voltak, vagy, vagy, olyan emberek voltak, akik aztán végül tagok lettek, akik aztán ezt tovább vitték, mert utána már sokkal inkább mások energiája volt benne minden napokban, én nem tudtam mindig ott lenni, úgyhogy abszolút egy nagyon jó ízű közösség alakult ki, aki ezt viszi. Említetted a bántalmazást, le lehet fordítani ezt a, a a beruházásra kapcsolatos viszonyokra. Látsz esetleg ebben, a, ebben az egész akkumulátorügyben bántalmazót és bántalmazottat. Abszolút. Tehát ez szinte csak erről szól mindenben. Tehát hasonló pszichológiai is igen. hasonló egyébként? Igen, igen. Ezt így is éljük meg. Tehát nem vesznek komolyan, lekezelnek bennünket, hülyének néznek, folyamatosan dolgoznak azon, hogy hol tudnak bennünket leépíteni. Tehát ugye mi, amikor eldöntöttük, hogy oké, okay, most már a buborékunkon belül értjük egymás szavát, de ezt minden nap elmondani sok értelme nincs, mert kenegetjük a lelkünket, de arra lenne szükség, hogy kifele beszéljünk és konfrontálódjunk másokkal, akik esetleg politikát folytatnak, akik hát ráérünk arra még, jaj, ez sokkal nagyobb annál, mint ahogy mi képzeltük, tehát kicsik vagyunk mihez, és akkor tulajdonképpen azt láttuk, hogy ki kell lépnünk a buborékon kívül, mert ráadásul így el is nyomnak, tehát minél inkább egy buborékon belül vagyunk, akkor a bántalmazónak annál könnyebb a dolga. Úgyhogy azt találtuk, hogy az a legfontosabb, hogy tudjunk a véleményünknek hangot adni, és erre inspirálni minél több embert, mert csak így fogunk tudni tovább lépni, és kicsit letisztogatni azokat a dolgokat, amiket így rózsaszín maszlakként ránk raknak. Azért azt szerintem egy kicsit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, tehát nyilván sokan találkoztak már az Ebra Szerda jelenséggel, viszont azért mondjuk már el, hogy itt Debrecenben akkor egyáltalán az indulás előtt tehát honnan szereztél tudomásul, hogy uh -huh. ez 2023 elején Kálai Kornélia révén Budapesten indult? Hogy kerültél kapcsolatba ezzel a um, véleménynyilvánítási formával? Miért gondoltad, hogy pont ez lesz az, amelyik mentén egy közösséget tudsz szervezni? Um, mit vártál tőle? Uh -huh. És ugye ez az eredeti mozgalom a Budapesten, ez az oktatással kapcsolatban indult? Igen, um, elsősorban hogyan lehetett erről az akkumulátorgyártás felé áttevelődni, vagy kapcsolatban áll ez a kettő egymással? Igen, tehát én nagyon hiszek abban, hogy az edukáció a legfontosabb eleme a változásnak. Tehát például Olaszországban van is egy projektem, ott is fiatalok és édesanyák vannak a a célközönségben, ugye úgy gondolom, hogy az egyén megerősödése hozza magával, a, nem, az egyén fejlesztése hozza magával a közösség erősödését, ezért abszolút erre kell koncentrálnunk, tehát hogy az egyént fejlesszük. Úgyhogy abszolút az edukáció és az, hogy azt láttam, hogy ott például működik, meg az én szlogenem, az egyik szlogenem az az, hogy kitartás, és hogy a másik szlogenem, hogy ne arról beszéljünk, hogy hogyan nem lehet, hanem arról, hogy hogyan igen. Na most ennek a kettőnek a, a receptje vagy koktélja abszolút az Ebra Szerdában megmutatta magát, hogy ez képes. Tehát ezt követted? Tehát én most nem, sokat nem vagyok kíváncsi rá, tehát te láttad, hogy Budapesten van egy ilyen dolog, és megtetszett? Igen, mert hogy én, Illetve egy mondatban foglalt más mert szerintem ezt nem mindenki tudja, hogy egyébként miből áll az Ebra tehát mit csináltok? Igen, tehát amit láttam, hogy ezt méltósággal lehet csinálni, tehát elég néhány ember, ennek mintha nem lenne üvegplafonja. Míg a Magyarországon most már úgy gondolom, hogy ott tartunk, hogy van egy üvegplafonunk, tehát Magyarországon a nagy létszám, változás nem fog elérni, ezért úgy gondolom, hogy egy, egy dominó kell hozzá, vagy egy kocka. És az Ebraszerdánál nincs egy üvegplafon, tehát akárhányan vagyunk. De, bocsán, ö... de minek van üvegplafonja? Hát annak, hogy változást érjünk el. Tehát Igen, én úgy gondolom, hogy nem a illetve, illetve, Nekem még dereng egy olyan dolog, hogy az elején volt sok demonstráció, és ö, ö, kaptuk azt az információt az emberektől, hogy ö, unják ezt, tehát hogy nem történik semmi. Viszont a lelkesedés is fogyott, mert egyre kevesebben voltak a demonstrációkon, úgyhogy úgy láttuk, hogy valamit változtatni kell, és ezért tűnt tökéletesnek az Ebra szerdő ötlete is, mert valahogyan belekerült ez a, a, a csoportszellembe, mint információ, és úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki, mert ehhez nem kellünk annyian. Tehát akár hárman, hatan is kiállhatunk, de jelen vagyunk, és hogyha ehhez előbb-utóbb csatlakoznak, ez egy ilyen organikusan fejlődő de dolog a lehet. Igen, hát ez működik. egy lassabban. Épülő Illetve dolgok. ami nagyon fontos eleme volt, hogy ugye először az akkumulátor téma volt csak, de közben meg rengeteg minden jött ki alatta. Tehát az edukáció, a, a, az emberek, hogy nem tudnak egymással beszélni, a megosztottság, a félelem. Tehát rengeteg minden volt benne, nem csak aku azt láttuk, hogy nagyon sokan az akutémától félnek, mert nagyon nagy. Tehát az emberek 90%-a így lesöpörni az asztalra, és azt mondaná, ez olyan nagy, ez el van döntve, ezzel nincs mit tenni. Viszont tennének, viszont szeretnének lazítani magukban félelmeket, vagy a véleményüknek hangot szeretnének adni. És akkor az Ebra szerda által például nem csak az akutémát tudtuk megszólaltatni, érdekes állap, megállapodásunk is volt a mi a csajokkal az elején, hogy nem az témára fektetjük a hangsúlyt, mert a többi más is, hogyha teret kap, akkor, akkor lehet, és szárnyakat kap, mert az embernek nem fognak félni, hogy, hogy oké, okay, kicsi a véleményem. Enyém az én véleményem, de hangot adhatok neki. És hogyan néz ki fizikailag egy ilyen zebb a szerve alkalom, hogyan tudnak hangot adni a véleményüknek azok, akik ott megjelennek? Andi, elmondott de tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolog. Amikor gyalogos átkelőhelyen zöldet kapunk, akkor felsorakozunk az ebrán, és lehetőleg oda szoktunk felállni, ahol autó nem kap zöldet, hogy őket ne akadályozzuk, hogy azt ne lehessen úgymond hozzánk vágni, hogy, hogy elálljuk azt az utat, ahol ők haladhatnának egyébként így a mindennapok során, tehát hogy szeretnének A-ból b eljutni, ezt nem szeretnénk akadályozni. És akkor a transzparenseinkkel, feliratotott táblákkal, fölállunk a táv, a zebrára. És föltartjuk magasba a táblákat, esetleg sétálunk a zebrán, és a járókelék autósok felé fordítjuk. Tehát gyakorlatilag ez a metódus. Milyen visszajelzéseket kaptok? Nagyon sokszor meg szoktuk kérdezni ezt olyanoktól, akik bármiféle közéleti, és itt most nyilván nem csak a politikára gondolok, hanem tágabb értelemben vett közéleti tevékenységre adják a, adják a fejüket, hogy milyen visszajelzéseket kapnak. És talán annyira közvetlenül a visszajelzésekkel senki nem találkozik, mint ti, akik folyamatosan ugye az utcára vonultok, és közvetlenül találkoztok azokkal, akiknek az üzeneteiket, üzeneteiteket el akarjátok juttatni. Szóval bizonyára aktívan kaptok visszajelzéseket mm -hmm. is. Én imádom mindegyiket. Tehát most nem akarok ilyen rózsaszín maszlaggal jönni, hogy mindegyik pozitív, mert ez így nem igaz. Én azt mondom, mindegyik konstruktív. Tehát azzal, hogy bárki bármilyen véleményt meg fogalmazni, nekem én a célomat már elértem. Nekem semmilyen más célom nincs, mint az, hogy elkezdjünk beszélni. De kaptunk, volt egy ilyen nagyon aranyos, hogy egy hölgy ment, így el volt a gondolataival, és ugye nem tudom, mondjuk hatam voltunk a zebrán, mindegyikünknek volt egy véleménye, és akkor megnéztem, egyetértek. Tovább ment, de így mondta hm. ezzel is egyetértek. Tovább ment, meg, ezzel is egyetértek. <laughs> Tovább ment, ezzel is egyetértek. És úgy ment le, hogy, hogy így nem tudtuk összerakni, mi történt, hogy most akkor ránk haragudott, vagy nem, de amikor összeraktuk teljesen, akkor így teljesen jól éreztük tele magunkat. Ez hogy... most volt, még két tette. Igen, két igen. De azelőtt is volt egy ilyen egyébként, hogy hogy elsétáltak mellettünk, végignézték a táblát, és azt mondták, hogy igen, ezzel minden egyetértek, nem tudok belekötni, de én már nem költözöm vissza Magyarországra. Tehát ez egy kicsit kiábránító volt, nem tudtuk őt meggyőzni, hogy de hogyha te is beleállsz, és akkor odaállsz a közös ügyek mellé, akkor nem hiszel esetleg abban, hogy változást lehet elérni. És azt mondta, hogy nem, hát ő már nem. És ezt egyébként nagyon sok fiataltól is halljuk, hogy nem terveznek Magyarországon maradni. Úgyhogy talán most, most csillant meg valami remény, mert pont a legutóbbi alkalommal volt az, hogy nagyon sok fiatal jött beszélgetni, és zenét ajánlottak, javaslatokat tettek, hogy nyissunk Discord csatornát, ez meg is történt, illetve, illetve van, aki csak ott van, oda biciklizik, ott áll, de még nem áll be közénk. És Andinak a zseniális ötlete volt, hogy zenével jöjjön, és az elején mindig megbotránkozik egy picit, mert ugye eleve nagyon felhívjuk magunkra figyelmet. Ráadásul Andi olyan zenéket választott össze, vagy nem tudom, ő választotta, de egy picit ilyen ellenáll zene, meg a, a fiatalok hosszol. És akkor a fiatalokat is nagyon vonza. Tehát oda mernek jönni és kérdezni. És most is Mondza, pont de azt mondták, hogy nem jó zene, tehát, hogy legyen igen, jó. jó. igen. Tehát, de azt, azt tudjunk, mert az már egy feladat, igen. amivel igen. be lehet szállni. Igen. Ebbe, a, ebbe az egész mozgalomban valakinek a zenét is vállalt. Kapcsolódtak az a lényeg, igen. Tehát, hogy nem csak rózsaszín maszlatból áll az egész. Van negatív. Milyen tipikus, nem is konkrétan, hogy most erre vagy arra fejlőd a figyelmet, hanem milyen tipikus negatív visszajelzések vannak. Uh -huh. Hát, ez sajnos milyen módon, igen, elő. Sajnos az alpári, amivel nem kezdünk semmit, tehát mondjuk az autóból lehet látni, ilyen nagyon erős gyerekek kikiabálnak, gyerekek, 30 évesek mondjuk, illetve ami van, ami érdekes, hogy azt mondják, hogy menjetek el dolgozni. Tehát ugye most 17.30-tól vagyunk a 18.30-ig, tehát én nem tudom, hogy azok közül, aki engem például kritikával illet... A dolgozott a életében. mondjuk, hogy most, igen. a, most az a korábbi változások után, tehát, hogy mindig változtattatok a most nagyjából lestagnáltatok a tanítóképző Így van. Igen, hogy? Tehát, hogy ö, én 24 órából 24 -e dolgozom. Én szerencsére olyan munkát végzek vállalkozóként, ami a Nem hiszem, hogy van olyan munkavállaló, aki többet dolgozik, mint én, de bárki, aki az ebrára feláll, tehát önkéntes munkában, vagy a saját munkájában, vagy enedik munkában van, tehát azt higgyék el, a, a, akik bennünket látnak, hogy biztos, hogy nem a munka elől menekülünk, hanem sőt, tudunk még vállalni, mert az igazságérzetünk, mert eleve az életünk erről szól, másokért is. Ez egy nagyon gyakori kritika egyébként, amit, és legtöbbször alaptalan kritika, amit bármiféle demonstráció részvevő emberekkel, vagy Mindenféle olyan ember megszokta kapni, aki, aki valamilyen módon beleáll abba, hogy vélemény nyilvánít közügyekkel kapcsolatban. Mit gondoltok, hogy mi az oka ennek, hogy azonnal az a reakciója számos embernek, hogy, hogy menjetek inkább dolgozni? Nincs kultúrája Magyarországon az önkéntességnek? Tehát én ezt dolgoztam ezzel egy éven keresztül, ugyanis Olaszországban is van projektem, és azt elemeztem, hogy hol vannak a százalékok, és mondjuk az északi országoknál, svéd ország például, tehát ilyen 50 a a lakosságnak valamilyen önkéntes civil szervezetben vagy tevékenységben részt vesz. Olaszországban például csak 10 százalék megdöbbentem, mert én elég sokat vagyok Olaszországban, és azt láttam, hogy rendszerűen ott vannak. Tehát mondok nektek egy banális példát, reggel például látom az idős embereket, be vannak ilyen láthatósági mellénnyel öltözve, és kísérik, úgy hívják, busz, pedibusz, kísérik a gyerekeket a suliba. Tulajdonképpen ez miért jött létre, hogy a szülőnek ne kelljen kapkodni a reggel, ne kelljen autóba ülni azért, ha csak hogy a gyerekét elvigye, ne kelljen aggódni a biztonsága miatt, hogy busza vagy hogyan jut el oda. Tehát ezek az idős nyugdíjas emberek kísérik ezeket a gyerekeket, számukra egy ilyen kivirágoztatás, mert hát csak kis lelkekkel foglalkoznak, felelősségérzetük van, tehát nem hiába az olaszok elég sokáig élnek, meg a, mondjuk a latin népek is, tehát hogy ez az önkéntesség az megvan és 10% Olaszországban, és mondom, mindenhol találkozom vele, például az erdőket is ők tartják rendben tisztában, tehát az ismerőseim is vállalnak ilyen, ők is nyugdíjasok például, tevékenységet, de, de közben ők motiválják a fiatalokat is, tehát nem azt jelenti, hogy csak a nyugdíjasok. Magyarországon ez csak 4%. Tehát nálunk az, hogy önkéntesség, például, hogyha felhozom, akkor az első kifogás az, hogy de mikor van erre idő? Hát mondjuk, a tévé előtt ülsz, mondjuk, hogyha csak lógatod a lábod, mondjuk, hogyha idegeskedsz valami fölöslegesen, mondjuk, hogyha nem értékeket adó bármi tevékenységgel foglalkozol, gondold át, tehát mindig arra van időd, amire szeretnél. Tehát önkéntességet vállalni a lehető legfejlesztőbb dolog, amit tehetsz. Tehát például, amikor mentorálok anyákat is, figyelj, úgy tudod próbára tenni magad egy önkéntes tevékenységben, tehát például akár, hogy valaki külföldre menne dolgozni menj el egy önkéntesek csoportjába. Egy, mert ugye mindenféle megkapsz álláskaját, és a többi, megismered a környezetet, megismered a munkahelytőségeket, megismered az embereket, megtanulod a nyelvet. Tehát az önkéntesség egyszerűen hihetetlen milyen lehetőségekkel bír. És itthon pedig nagyon-nagyon fejleszti az egyént meg a közösség erejét. Úgyhogy én, én abszolút ebben látom, hogy nincs kultúrája. Az emberek ezt valahogy nem bírják felfogni, hogy szinte ez az alapja egy egészséges társadalomnak. Tehát én például azt is meg szoktam fogalmazni, hogy egy társadalom akkor egészséges, hogyha tüde egészséges. Azt képzeljük el, vannak ezek a hörgők, tehát mintha minden civil szervezet egy hörgő lenne. És akkor működik jól a társadalom, hogyha minél több civil szervezet van. Én meg, bocs, de ehhez kapcsolódóan még egy gyors kérdés, amit közvetlenül hozzád intéznék, hogy ha már említetted a külföldi tapasztalatokat, a közösségszervezés terén milyen lényeges különbséget látsz, vagy akár hasonlóságokat az olaszországi, meg a magyarországi tapasztalatait között. Uh Hol -huh. könnyebb, nehezebb, másabb közösséget szervezni, akár itt mondjuk a zebra meg más. Igen. Okay. Nagyon más, nagyon más, mert ugye ők egy jóléti államból jönnek, tehát mondjuk ők 80-as éveket hát úgy érték meg, ahogy mi még sehogy. Úgyhogy teljesen más a kihívás. De, hát, ahogy mondani szokás, hogy sincs kolbászba és Abszolút nem, abszolút nem. Főleg én magyarként aztán még inkább egy kihívás előtt állok, hogy meghallják a hangomat. Üm, figyelj, pozitívan kell hozzáállni, ez az egyik konstruktívan, meg kell keresni a forrásokat. Olaszországban például a legnagyobb, mert ugye mondtam nektek az egyik projektem fiatalokról szól, és ott az van, hogy a fiatalok nem hiszik el, hogy tulajdonképpen van lehetőségük. mert Ráadásul ezt vallják, hogy a mi generációk felénk az X generáció fele, az alfa generációsok ezt gondolják rólunk, hogy elvettük a jövőjüket. Tehát, hogy a szülők elvették a jövőjüket, felélték a jövőjüket. Ugye ők már nagyon környezetvédelmi szempontból gondolkodnak, itthon még nem tudom, ez a dolog így nem nyilvánulna meg. Ott abszolút úgy gondolják, hogy a környezetvédelem, mivel ilyen állapotban van, tehát mi elvettük a jövőjüket, az X generációsok. Úgyhogy mi őket meg kell, hogy győzzük arról, hogy higgyenek abban, hogy egy, nem mi vettük el, és hogy ők arra koncentráljanak, mit tehetnek érte. Tehát abszolút, hogyha azt el tudjuk érni náluk, hogy ők arra koncentráljanak, hogy mit lehet tenni, és nem azon, hogy mit nem lehet tenni, akkor nagyon pozitívan lehet őket átforgatni. Andrea, hogyan látod, hogy néz ki az Ebba Szerdának a közössége? Hogyan kell ezt elképzelni, mennyire állandó ennek a közösségnek a tagjai, mekkora fluktuáció van a tagok között, mennyire jellemző az, hogy csak úgy becsatlakoznak random emberek, akik aztán jövő héten nem jönnek. És te benne voltál -e már több olyan közösségben, akik tiltakoztak az akudjárak ellen, de kezdted a mi a kőben, utána most párhuzamosan az Eberszervával, benne vagy több csoportban is, például a Vigyázzunk életet adó vizeinkre, egyesületben is. Miben más az Eberszervának a közössége mondjuk ezekhez képest? Ö, általánosságban elmondható, hogy amikor egy ügyköré közösség épül, akkor tenni akaró emberek gyűlnek össze, és ők, ők határozottak, nagyon cselekedni akarnak. Mindenki egyszerrel akarja mondani, hogy mit, hogyan kellene, mi, hogy hogyan képzel el, és valahogy ezt egy mederbe kell terelni. Tehát ez nagyon nehéz, tehát ez egy egy feladat. Valakinek ez feladata kell legyen, és hogyha nincsenek meg azok a kis csatornák, amiben ezeket az embereket be tudjuk csatornázni, akkor ott az energia befullad, vagy egyébként esetleg meg is haragudnak ránk, mert nem tudtuk őket aktivitásba ö, belevinni, úgyhogy sok embert így már elveszítettünk. De ez szerintem általános jellemzője az ilyen ö, Alulról szerveződő közösségeknek. A Zebra szerda egy már meglévő civil szervezethez képest annyiban másabb, szerintem, hogy kötetlenek, tehát ez egy mozgalom. Itt nagyon nincsenek még úgy szabályok, csak az, hogy pontosan mit csinálunk, és mindig az jön oda, aki éppen ráér de ez, ez valamelyest kötetlenebb, változnak a tagok. Én például egy darabig nem tudtam jelen lenni, akkor a többiek vitték a frontot. Az elején még jellemzően ott voltak a, a miakő tagok is, most ők mással foglalkoznak, őket igyekszünk más tagokkal pótolni, most meg már egyre több egy, egy új tag van, vagy akár több. Azzal, hogy beleálltatok ebbe az ügybe is, meg az ebbe a szerdán keresztül más ügyekbe is, nyilvánvalóan számos konfliktust vállaltok például a fennálló hatalommal szemben is. Ezért adódik szerintem a kérdés az, hogy, hogy az ismerősi körötökön belül család, rokonok, barátok ezen a körön belül hogyan csapódik le ez a tevékenységetek, hogyan viszonyul a környezetetek ahhoz, amit csináltok? Hát akkor kezdem. Én nekem nem támogatják, tehát uh, én, én csak a közösségből tudok erőt meríteni, úgyhogy uh, nekem a család tagok nem feltétlenül bírják el érzelmileg azt, amit ez az akugyár hozott. Tehát van, aki abszolút nem is hajlandó már ezzel kapcsolatban cikkeket olvasni, mert elveszítette teljesen a hitét, tehát azt gondolja, hogy nem lehet egy ctl jellel fölvenni a harcot, illetve amikor valami eredményt mondjuk elérünk, akkor mindig dobnak egy újabb labdát, tehát állandó kényszerint be kell lenni, és ezt nem mindenki bírja. Tehát egyáltalán van, aki nem is bír már erről beszélni. Tehát tényleg gyomorforgató sajnos ez a dolog, úgyhogy aki ebben aktívan nem tud részt venni, az le is szokott kapcsolódni erről. Általában ezek az én oldalomról a családtagok, tehát ezért nekem a közösség marad, hogy előre le tudjunk lépni az ügyben. És bocsánat, egy kicsit jobban kitekintve, mondjuk a lakóközösség, akár egy szomszéd, tehát mondjuk odaszól, szól, hogy ú, frankó volt, csináljátok tovább, vagy, vagy, vagy pont fordítva beszól, vagy hol hagyjátok már magatokat, vagy teljesen nihilben van, tehát Változó, tehát, akinek már a hite nincs meg, nagyon nehéz neki visszaadni. Pozitív visszajelzést én Mika nagyon nem szoktam kapni. Tudják, hogy aktív vagyok mondjuk a zebraszerdákon, de egyébként nem igazán szoktak visszajelzést adni, ami pozitív viszont, hogy amikor kérünk, ritkán van időnk kérni, de amikor kérünk, akkor segítenek. Tehát, hogyha nem is tudják azt bevállalni, hogy odálljanak arccal, vagy ott tudjanak lenni éppen abban az időben, szívesen adnak. Tehát gyakorlatilag bevett szokás kellene, hogy legyen, hogy kérjünk az emberektől, mert van, aki csak így tud segíteni, tehát így tud részt venni, tehát ez is az aktivitás része gyakorlatilag. Mi lehet az oka annak, hogy pont Mikepércsen annyira nem, nem támogatják ezt a, ezt a tiltakozást? Azért a köztudatban úgy van benne, hogy a, a Mikepércsiek alapvetően ellenzik ennek az akkumulátorgyárnak, ugye a cit akkumulátorgyárnak a, a felépülését, és a kapcsolódó egyéb üzemeknek, amik, amik szintén Mikepércs határába épülnek. Ezt képest nagyon sokan megdöbbentek a, a választási eredmények láttán is, amikor látták, hogy, hogy a, a Fidesz az országos illetve lehet, hogy nem az országos, sem a hajdubi de az a lényeg, hogy, hogy az átlagos támogatottság fölött szerzett Mika a Csán szavazatokat. Hát én itt még azt említeném meg, amit Ildi mondott, hogy itt nincs nagyon hagyomány annak, hogy közösségek szerveződnek érdekérvényesítés mentén, tehát nem igazán tudják, hogy hogyan lehet ezzel eredményt elérni, illetve amikor mondjuk elindul egy szerveződés, és eredmények is vannak, leközdik cikkekben, akkor beindul a karaktergyilkolás, konkrétan erre szakosodott Facebook profilok, vagy esetleg öö, portálok kapcsán, és ugye ezeket. Öö, úgy intézik, hogy az embereket elérjék ezek a tartalmak, és sok esetben azok, akik bíznának bennünk, vagy valamiféle reményt látnak velünk kapcsolatban, hogy megoldjuk az ügyet, vagy tudjuk őket valamilyen irányba terelni, elbizonytalanodnak. Tehát, amikor rágalmaznak minket, akkor azért megfogalmazódik az emberek fejében, hogy esetleg ez tényleg így van-e, hogy mi kapunk pénzt azért, hogy hogy ö, oda kiálljunk, mert azt hiszik, hogy ö, ezt ö, önmagától egy ember nem teszi meg. Én azt látom, hogy mi Pércs, elmondhatom, no. elfelejtem a gondolatomat, köszönöm. Mike Pércs közössége, mint Magyarország egészen megvan osztva. Tehát, mint ahogy ugye Brut is megfogalmazta, tehát még mielőtt bántod a Debrecenit, hogy mi történt itt, akkor gondolkodj el azon, hogy mi történik és miért van ez az eredmény. De ugyanilyen szinte Magyarországot is bántják. Tehát uh, magyarok egész nemzetnek össze kell fogni, mi bánja bántja Debrecen, Debrecen bántja Magyarország. Tehát egy ilyen hatalmas megosztottság van, és félelem alakul ki. Tehát az emberek nem mernek, és ráadásul mi például ezt érzem, ezt a nyomást. Tehát ott egyszerű emberek vannak, a nyomást ez akkor akkor a felettük ez a dolog, amivel nekik harcolnia kell. Tehát nekem én már felhoztam azt is, hogy Dávid Góliát, tehát én sose felejtem, amikor a polgármesternek tárgyalnia kellett a kínai képviselettel, ugyanis ugye jogszor, nem jogszor, hát ilyen szabálytalanság, egy házba beköltöztek 80 kínai, ki kellett őket lakoltatni, téma volt, tehát hogy ez mennyire súlyos ez a helyzet, de sarkára állt a közösség, sikerült megoldani, helyre tenni, de látni kellett volna azt a polgármester a másik oldalon, a kínaiak itt, és Dávid Góliát harcát érez, lehetett látni abból a fotóból is. Tehát a... És ilyen Stockholm-szindróma szervezet alakul ki, tehát Igen. hogy előbb-utóbb megbarátkoznak a, a gondolattal? Igen, illetve T -t -t. hát Mika Pétersen egy egyszerű technikai kérdés is volt, nem mert senki indulni. Tehát nem tudom, a mai helyzetben, egy -e, ilyen községben ki merne indulni? Mert hogy ez egy dolog, hogy sok helyen nem mernek, nagy halászon sem indult senki, barátnőm ott lakik, és kérdeztem, de miért nem indultok? Tehát a kis közösségben nem indulnak, ez az egyik, a másik pedig Mike Pércs meg kiemelten nagy teherhet kapott a nyakára. Szerintem ez, ez, még nem is annyira meglepő, mert Mike Pércsen a Fideszes polgármesterő kezdető fogva azt mondja, hogy ellenzi az akudjárat, sőt több nyilatkozatában kiállt a Mike Pércsi anyák a Környezetért Egyesület mellett is. Um, inkább az a meglepő ott talán, hogy az európai parlamenti listájára is a kormánypártnak nagyobb uh, szavazati arány érkezett, mint országosan. Uh, úgy emlékszem, hogy nem, de lehet, hogy akkor neked sobb um, információid vannak. A környezeted hogyan reagált, uh -huh. erre a, a tiltakozásukban való részvételre azt még nem fejtetett ki. Uh -huh. Én az egész életemet úgy kezdtem, hogy mindenki ellenem volt, tehát a szüleim mindig azt mondták, nem lányom, ez, nem, ezt így nem. Tehát például, hogyha vállalkozó akartam lenni, akkor húj, nem utána bármilyen vállalásom volt, nem. Tehát mindig féltettek, vagy pedig úgy gondolták, hogy ez nem nekünk való, hogy felvenni a kesztyűt bármiben, én mindig ilyen széllel szemben, úgyhogy én ehhez abszolút hozzászoktam, és ebből a szempontból szerintem kialakult egy ilyen aurám. Tehát, hogyha valaki találkozik velem, akkor nem meri azt mondani, hogy ne csináld. Vagy pedig megkérdezi, de miért csinálod? Hát figyelj, akkor előveszem neki igazságérzet, nem vagyok nagy feladós típus, tehát én például még két évet beleteszek egy nagyon nagy harcot képzeltek el, tehát én rengeteg időmet és energiámat áldozom, mert pénzt is beleteszek. Én még két évet adok, és hogyha nem aludom a házamat, tehát én most itt igazából itt tartok, pedig már benne van másfél évem, tehát, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy lássak egy reményt arra vonatkozóan, hogy valamilyen változás fel fog lépni. Úgyhogy én jól lepereg. leperek. Bocsánat, nekem mindenketten mondhatok egy-egy olyan dolgot, ami megfogalmazott bennem egy kérdést, és akkor ezt a részt úgy mondom, be is fejezem, hogy tehát itt a, a környezeteteknek a viszonyulása, a ti tevékenységetekhez ebbe a témában. Tehát ugye szó volt itt a félelemről, meg arról is, hogy, hogy a Stockholm szindróma az emberek részéről, meg akár az is, hogy nyilván vannak sokan, akik meg azt látják, hogy hát itt frankó munkat teremtő beruházások vannak, mit pampogtok itt. Tehát, szerintetek egyébként, mind a kettőtől kérdezem egy-egy mondatban, hogy melyik a túlsúly, vagy a, melyik van túlsúlyban ezek közül. Tehát az, hogy teljesen nélben vannak az emberek, félnek, tehát van véleményük, de totál nem mernek kiállni önmagukért, vagy, vagy, vagy konkrétan egyetértenek, hogy ez azután van, ez egy jó beruházás. A legnagyobb gátjuk, én azt látom, nem tudják, hogy hogyan fogjanak hozzá. És akkor én erre azt szoktam mondani, figyelj, csak akkor hibázunk, ha nem csinálunk semmit. Uh -huh. Tehát bármit megpróbálhatunk, vagy bármiben gondolkozhatsz, és a közösség majd legfejebb formázza az, abban tutira biztos lehetsz, hogyha nem csinálsz semmit, csak akkor hibázol. És nagyon sokan azt mondják, hogy ez már el van döntve, és nehéz érvelni amellett, hogy nincs eldöntve, hiszen mi a kezdetek óta harcolunk, küzdünk, és látjuk azt, hogy egyébként nagyon sok dolog változott. Tehát, hogy már most nem ugyanazokkal a paraméterekkel akar üzemelni a gyár. Például ez is egy változó dolog. Gondolom a társadalomnak nem elfogadó hatására változtat a CETL, próbálkozik, tehát én őket nem látom már annyira erősnek, mint amennyire erősnek mutatják magukat, tehát ö, nagy eséllyel még be is dőlhet a tőzsdén. Én azért ennek szurkolok, hogy még mielőtt ez, az, ez a beruházás felépülhet, minden kiszolgáló üzemével együtt ők felállnak és elmennek. Attól függetlenül, hogy annyira nem látod már erőseknek őket, Ugye Ildikó utalta arra, hogy Dávid és Góliát harcának tűnt már az is, amikor a, a Pércsi önkormányzattal leült a kínai cég tárgyalni. Te nem tárgyalásban, hanem bírósági perben vagy, ha a nem is a, a, a CETL-lel szemben, de egy olyan perben, amiben alperesi érdekeltként ugye becsatolták a, a CETL-t is, tehát a kínai cég is ott ül ezen a, ezen a tárgyaláson hogyan éled meg mentálisan és egzisztenciálisan ezt, amivel a PER jár. Ugye azon olvasóink és nézőink, hallgatóink kedvéért, akik annyira nem követték napi szinten nyomon a történteket, csak annyit azért elmondanék, hogy, több mint egy évvel lassan másfél éve húzódik már ez a bírósági per az akkumulátorgyár környezet használati engedélyezési eljárásával szemben, amit magánszemélyek indítottak, többek között Andrea, és már kétszer rendelte el a bíróság azt, hogy szakértői előleg gyanánt egyszer 1 millió, aztán 1 millió 100 ezer forintot fizessenek be előlekként ezek a, ezek a civilek, és aztán még ki tudja, hogy hol van a vége, nyilván attól függően, hogy nyertes vagy vesztes per -e, változhat az, hogy, hogy mennyi költséggel jár ez. De akár mennyi költséggel is jár, hogyha nem fog járni sok költséggel, valószínűleg akkor is mentálisan ez, ez azért sokat jelent, mármint hogy kihívásokat jelenthet. Igen, hát én visszakanyarodnék oda, hogy nem csak a Mika Pécsi önkormányzat ült le a ctl -e, tehát a képviselőjükkel Szilágyi Balázsa, hanem még egykor a mi a kő is és ott meghallgattuk a CITL érveit. Uh, Mentorizza, persze, tehát nagyon el tudják adni magát a technológiát, amiről igazándiból információkat, érdemi információkat azért mégsem adnak ki. Tehát inkább a mese az, ami uh, megy. És mi határozottan kijelentettük, hogy itt nem lesz gyár. És a, én úgy éreztem, hogy akkor tudom ehhez tartani magam, ha minél közelebb vagyok a tűzhöz, és nem engedjük el a PR lehetőségét. Tehát ebbe bele kellett állni. Uh, nem volt. Uh, Idő azon gondolkodni, hogy nekiugrunk-e, gondolkodunk-e, hogy milyen következményei lesznek, mert ö, ö, a határidő szorított minket, úgyhogy mi úgy voltunk vele, hogy ha az igazság nálunk van, alaposan átnéztük a határozatot, a környezethasználati engedélyt, megadó határozatot, mi hibákat találtunk benne, nagyon sokat, ezt át is adtuk a bíróság részére, hogy ők, nekik is nagyobb rálátásuk legyen a dologra, meg a mi nézőpontjainkra. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ha az igazság velünk van, akkor nekünk nyerni kell, tehát nem opció, hogy elveszítjük a pert. Itt csak akkor veszíthetjük el a pert, hogyha a bíróság meg van véve, szerintem. Egyébként nagyon nagy teher, tehát azért az ember számol ezzel, mert riogatják, hogy megtörténhet, hogy sajnos olyan országban élünk, ahol ez megtörténhet, de én ezt próbálom eltaszítani magamtól ezt ennek a gondolatát, tehát én hiszek azért még abban, hogy lesz itt igazság. Ezek a közösségek, mint az Ebbe a Szerda, tud erőt vagy lelki támogatást adni annak érdekében, hogy könnyebben elviselhetőek legyenek azok a lelki kihívások, amikkel jár egy ilyen, ilyen pervnek a végigvitele? Hát én a magam nevében azt tudom mondani, hogy igen, tehát én nagyon sokszor vagyok mélyen, például amikor a tárgyalással kapcsolatos információk, vagy valami nyomás ér minket, akkor én ugye nem nagyon tudok mással erről beszélni, csak a közösség tagjaival de nagyon részletekbe menően még velük sem szoktam ezt megbeszélni, úgyhogy én ilyenkor inkább magamba zárkózok, és ilyenkor segít, hogyha kimegyek a többiekkel az ebrára, mert akkor egy kis olyan pozitív energiát azért kapunk, és akkor azt haza tudom vinni. Nálam pedig az történt, úgy, hogy létrehoztam a Debrecenben hallottam cenzúra nélküli csoportot, ugyanis amikor elkezdtük ezt a folyamatot, hogy a véleményünknek hangot akarunk adni, akkor azt láttuk, hogy Debrecen nagyon-nagyon rossz helyzetben van, tehát mindenhonnan ilyen észak hely meg orosz módszerekkel, egyszerűen törlik a kommentjeinket, a posztjainkat, nem lehet véleményt nyilvánítani akkor sem, hogyha nagyon moderált hangnemben, tehát például a Debrecenben hallottam csoport, Debrecenben 150 ezer tag körül van, és leginkább kulcsokat, macskákat és nem tudom, kutyákat lehet keresni. Én úgy gondolom, hogy a debreceni embereken erre sokkal több reméltóak, úgyhogy eldöntöttem, hogy amikor töröltek a csoportból, jó, tavaly novemberben létrehozok egy Debrecenben hallottam cenzúra nélküli csoportot, és ott az, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy az emberek merjenek véleményeket formázni. Néha bent a csoportban is nagyon sok téma előjön, még picit túltengésben van az, hogy amit máshol nem tudtak kifejteni, akár a hon vagy a civisz hír alatt, mert nem lehetett a véleményeket elmondani, akkor ez a téma jön fel leginkább, tehát még többségében vannak azok a témák, amiket máshol sehol Debrecenben nem lehet kifejteni, mert törlik őket, de de szeretnénk, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott, tehát debrecent képviselő, apróságoktól kezdve komoly kérdésekig mindent érintsünk, és az emberek tanuljanak meg kulturáltan véleményt nyilvánítani. Nagyon keveset kellett cenzúráznom, mert ugye cenzúra nélkül a csoport neve, de hogyha mégiscsak olyan hangnemben beszél bárki, akkor azt nem nézzük el, de nagyon keveset kellett. Tehát sikerül nagyon aprólékos munkával dolgozni az emberek lelkén, és egy olyan harmóniát kialakítani, hogy ne csak a megosztottság legyen és az egymásnak feszülés. Egyébként hogy vagy, mert mindenképpen rá akartunk kérdezni erre a csoportra. Egy olyan kérdésem még lenne ezzel kapcsolatosan, hogy ha jól értettem, akkor elsősorban egyfajta csalódottság volt a kiinduló pont, hogy nem találtál olyan felületet, ahol mindent kifejthetsz, mert ugye ott nagyon is cenzúrázták, és így akkor gyakorlatilag meg, megcsináltad magadnak vagy magatoknak ezt a felületet. A konkrétumok nélkül milyen típusú témák vagy posztok voltak, amiket mondjuk kapásból kivágtak a cenzúra nélküli debrecenben hallottam csoportból? A kommenteket Nem? rendre törlik, pedig egyébként az embereknek nagyon jó nézőpontjaik vannak. Ezt onnan is tudom, hogy amikor volt egyszer Debrecen, vagy mi is a, 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 a másik, az akkumulátorgyáros csoport. Igen. Volt Debrecen. igen. igen, abban a 15 ezer fős Facebook csoportban én annak idén még nagyon az elején, amikor a mi a tagja voltam, tudatosan úgy próbáltam kommunikálni, hogy tudjak dolgozni a kommentekkel, tehát az adott témakörrel, és gyakorlatilag ki lehetett bontani a közösség segítségével a komment szekcióban egy témát, és sok esetben az a cikk, amit mondjuk a mi a elküldtünk nektek, egy Komment alapján íródott a közösség segítségével. Ö, ö, és gyakorlatilag ilyen párbeszéd kialakul, egy dehír, civis hír alatt is csak törlik. És ilyenkor az ember azt érzi, hogy egyedül van. Vagy hogy, tehát amikor ránéz ezekre a profilokra, a Facebook oldalakra azt látja, hogy senki nem köt bele mondjuk a gyárakba. De belekötne, egyébként ki is írja a rendszert a Facebook rendszer, hogy alapvetően hány hozzászólás szólás érkezik, de semmit nem lehet belőle látni. Úgyhogy ezzel, hogy létrejött... Ez ott, a... ott van hogy itt, 120 hozzászólás, és És semmit nem lehet látni, vagy Mondjuk. meghagynak kettőt, ami nem annyira negatív, és ezért jó ez a cenzúra nélküli Facebook csoport, mert itt az emberek látják azt, hogy ja, hogy akkor nem vagyok egyedül, tehát akkor másnak is esetleg ez a véleménye. A cenzúra kapcsán szerintem nem megkerülhető kérdés, hogy hogyan viszonyul hozzátok a, a politika, Ak akár a, a Facebook csoporthoz, akár az erből a Szerdához, mik a tapasztalataitok, és nem csak a, a, az aktuális kormányra és a, az aktuális helyi hatalomra, ami egyébként ugyanaz, gondolok itt, hanem adott esetben az ellenzéki formációkra, a politikai szervezetekre, amik, amik helyben mozognak. Egyáltalán kapcsolatban vannak-e veletek? mik a tapasztalataitok? Tehát a kormány oldal ugye végig csinált ezt velünk, hogy próbált mindenhol tiltani. Tehát szemtelenül megkezdtek megfigyelni bennünket, kik vagyunk. Tehát például közlekedésről sem lehetett beszélni. Tehát bármi, ami nyomasztotta az embereket, ami nem kutyák, macskák és kulcsokat keresünk, akkor ez mind így elbukott. Mert mint a, a megfigyelni alatt, akkor, akkor erre gondolok. Hogy fi, követtek trollokat. Igen, tehát trollok követtek, nagyon csúnyán beírtak, nagyon támadóan értelmetlenül, tehát ránk zúdították a trolljaikat. És akkor igazából ebből indult el ez, hogy akkor a cenzúronélküliben, tehát a kormány oldal ez volt. Az ellenzéki oldalal próbáltunk, tehát annyi értelemben, hogy én azt szeretném, hogy ebben a csoportban mindenki hangot kapjon, meg is osztanak mindenféle, tehát még az összeesküvés elméletet követők is megosztók ebben a csoportban, bár igyekszem az egyensúlyt talán, ez a legnehezebb most az egyensúlyt tartani, hogy ne öntsék rá a tagokra a mert, nagy témákat. Mert ez, ez ugye és tud egy Igen. közösséget, hogyha, hogyha ezek a hangok nagyon nagy tevet nyernek. Igen. Uh, nem, én... Bocs, egyébként csatlakoznék Tamáshoz, nem érzitek esetleg úgy, hogy uh, hatóságosan sok mindent benne hagytok, mivel hogy cenzora nélkül van, és nagyon felhígul a tartalom, és ahogy mondtad, van elég sok összeesküvési elméletes, stb., hogy utána esetleg úgy kezelik a csoportot, hogy, hogy hát ez, ez egy ilyen nokedli csoport, mert itt minden bolond teret kap elnézést. Uh -huh. Hát azt a részét mindenféleképpen próbáljuk kezelni, tehát hogy a nagyon szélsőséges dolgok nem csak megfelelő mennyiségben, mert úgy gondolom, tehát hogy, vagy elosztva, tehát nem cenzúrázóként feltétlenül, csak elosztva, és akkor az emberekből előjön egy ilyen ellenállás, és mindig azt mondom, hogy figyelj, ne azt követelt, hogy én töröljem ki, kommentbe add meg neki a választ. Tehát a komment szekció nagyon sokszor megadja a választ a posznak a létjogosultságára, vagy milyen értéktartalommal rendelkezik. Uh -huh. Ennyi. Tehát ezt szeretném eljutni, ezt szeretnék eljutni, de például én a szikrásokat nagyon szeretem, olyan értelemben, hogy szeretem a konkrét, amikor választások előtt volt, én nagyon inspiráltam őket, én próbáltam. Tehát aki tudtam, inspiráltam az LMP fele, bár fele, tehát hogyha ők valamit írtak, akkor próbáltam a komment szekcióban motiválni őket, hogy vigyék tovább. Tehát fejtsék ki a véleményeket, hozzanak témát, adjanak teret ennek, mert itt lehet, másik csoportban nem lehet. Beszéletetek arról, hogy mennyi sok kihívás és, és nehézség az, amivel szembe kell nézni e során, a tevékenység során. Adódik a kérdés, hogy mi az, ami ennyi idő után is tartja bennetek a, a lelket? Mi az, ami miatt nem veszítít, nem veszítettétek el még a lelkesedéseket? esetemben az, hogy én nem szeretnék elköltözni, tehát azt tudni kell, hogy például zebra tagunk már költözőben van például az egyik, többen föltették. Már honnan? Még a ő Debreceni. Debreceni, ő Debreceni, viszont mi kepértségek is tették már fel a házat, én nem. Tehát én a végsőkig ki akarok tartani, én nagyon sok növényt ültettem az udvarra, nagyon sok energiát tettünk a családi házba, mi itt terveztük a jövőt, hitelt vettünk föl, én nem fogok innen mozdulni, én úgy vagyok, hogy menjen a cet -e. Meg a többi. Nálam nagyon fontos a példamutatás, tehát nekem a gyerekeim egy nagyon fontos viszonypont, de az egész életem igazából erről szólt. Például imádom a női közösségeket, nekem az, hogy példát mutatok, van lehetőségem abban, hogy azt mondom, hogy nem csak jár a szám, hanem mondjuk teszek is. Például az Ebrasszerd abszolút tesz, hogy fizikailag kimegyek, konfrontálódok, ott vagyok. De tenni például Andival most egy pályázatot nyújtottunk be a Magyar Női Alapnak is, tehát amelynek az alapja az, hogy inspiráljunk minél több embert, hogy civil szervezeteket hozzanak létre. Úgyhogy az szerd a kegyetlen sok inspirációt hoz, és ezzel mi is töltődünk. Tehát abszolút nem, nincs lemondás semmiről végsőkig. És a Zebra Szerdára visszakanyarodva, milyen fejlődési lehetőséget láttok benne, vagy van egyfajta kifutás ideje, betölti majd a szerepét, és véget ér, vagy ugyanilyen formában vinnétek tovább, esetleg területileg terjeszkednétek, milyen tervek vagy elképzeléseitek vannak. Uh -huh. Tehát ugye volt ez a csodálatos dolog, hogy Budapestről lejöttek, mert budapesti zebraszerdások azt látták, hogy hiányoznak a férfiak Debrecenben, pedig nem azért szoktak, dombi Mihály en Ennek és mi sokat. az oka egyébként? Az, az akudjára ellen is azt lehetett látni, hogy a, a, a nők, az anyák uh -huh. kezdtek el tiltakozni. Miért hiányoznak a férfiak? Vannak csak a háttérben. Tehát, vagy például azért, mert a munkájukat féltik, tehát nagyon sokszor visszakaptuk azt, hogy Debrecen igazából már teljesen Fidesz munkaadó város, nagyon sokan. Tehát anyuka, aki például gyereket szült, vissza szeretne menni dolgozni, és elmondta, hogy ő például a partizán önkéntes, csoportba jelentkezett azért, mert a frusztra... Tehát, hogy ki fel akarja azt dolgozni, hogy az olyan nincs, hogy nem tehet semmit. Tehát például azt mondta, hogy gyerekszülés után nem megy vissza dolgozni, mert hogy Debrecenben csak a Fidesznek tudna visszamenni dolgozni, és ezt most már nem tudja etikailag elfogadni. Úgyhogy a férfiak vannak, nagyon harciasak azok, akik vannak, de háttérben vannak. Reméljük, hogy Debrecen eljut arra szintre, hogy, hogy megmutathatják magukat jobban a férfiak is, és akkor így Budapestről jöttek le közén, de Szolnokról is jöttek, ő is például partizán önkéntes volt a Sándor, hajdudorogról jöttek, és akkor pont a kérdésedre visszakapcsolva, hogy most annak az igénye lépett fel, úgy néz ki, hogy kihelyezni, tehát mondjuk egy hajdudorog, de most Balmazújvárosban lesz vasárnap, egy szolidaritás úgyhogy azt reméljük, hogy terület is tudunk, illetve hogy a, a közösségből különböző más uh, projektek fognak kinőni, mert ennek már látjuk is a nyomait, úgyhogy abszolút. Igen, és részt fogunk venni egy uh, civil fesztiválon is majd, uh... Szeptember végén, ugye? Szeptember végén most állítjuk össze pont a, a programot, vagy már így a magvát, pont holnap kellene egyébként átküldeni mm -hmm. egy leírást, és ott elsősorban a családokat szeretnénk megszólítani, tehát hogy ne legyen ilyen nagyon radikális, csak hogy így ismerjék meg a nevét ennek a két dolognak, tehát a, a cenzúranélküli Facebook csoportnak és az EBRA szerda akcióknak, hogy tovább vigyék a hagyományt, mert azért ez tényleg tudja építeni a közösséget, és most amekkora bajban vagyunk, én azt látom, hogy a közösség közösségekből tudnak majd az emberek erőt meríteni, tehát én valami nagy bajt szimatolok. Én azt érzem, hogy nekünk most ez az út, hogy ezeket a közösségeket összép hozzuk, mert formál rajtunk, alakít rajtunk, és így ilyen érték alapon szerveződő dolgot tud kinöveszteni, és így azért csak erősödünk. Tehát, ez hol lenne? Ez Debrecenben lesz ez a fesztivál, uh -huh. majd több civil szervezetet fog felölelni, és ott kaptunk lehetőséget arra, hogy bemutassuk kicsit magunkat. Tehát ez egy ilyen lazább dolog lenne. Egyébként én nagyon szeretném, hogyha az ebrán majd a zene az kicsit olyan szempontból alakulna, hogy ne legyen ilyen statikus, hogy csak lejátszuk, hanem mondjuk ilyen magyarság tudatot erősítő zenekar is mondjuk odajönne, és akkor ő élőben ott zenélne, vagy akár mondjuk a fiatalok átvennék a stafétabotot, és akkor hoznának GBL-eket, összekötni kell, ezeket össze lehet kötni, és akkor nagyobb hangerőt tudnánk produkálni. Egyébként a rendőrök pont legutóbb érdekes módon azt mondták, hogy halkítsunk a zenén, mert hogy hangosnak bizonyul. Hát így szerencsére nem nekem mondták ezt, mert nekem ilyenkor kikerekedik a szemem, úgyhogy ilyenkor Andi szokta őket kezelni, és elmondta nekik, hogy igen, halkabra fogjuk venni, de azért nem nagy gbl el mentünk oda, tehát itt, hogyha van rá engedélyünk, akkor bömböltethetnénk is az előtt, és meg is fogjuk tenni. Az elmúlt években nagyon sokan jutottak arra a közéleti megfejtésre, hogy szükség lenne a szolidaritásra a különböző ügyek mentén küzdők között. Hogy az, aki a, az oktatás reformjaiért küzd, annak ki kellene állnia, mondjuk, a most mondom azt, hogy a, a, a rendőrök, a, vagy a közigazgatásban dolgozóknak a, a, a sérelmei, a, sérelmeivel kapcsolatban folytatott tiltakozásai mellett, és ez, ez vice versa, vagy mondjuk, nem tudom, hirtelen, milyen, szektorok voltak az egészségügyi, egészségügyi dolgozóknak a, a az ügyei mellett és, és vice versa. És lehetett látni arra törekvést, hogy lesz valami ilyesmi az akúgyárak kapcsán is. Ugye eleve az, az ebben a szerda is beszéltünk erről, hogy hogy itt is összekapcsolódott valahogy az oktatás és az akkumulátorgyártás elleni a, tiltakozásnak az ügye. És volt egy olyan demonstráció, ahol konkrétan közösen tiltakozott a, a miakő és a, az egységes diákfront, a demonstráción pedig megjelentek többen pedagógus szakszervezetektől is. Milyen lehetőségeket láttok a szolidaritás kiterjesztésében? Milyen, uh, uh, milyen távlatai lehetnek uh, ennek? Láttok-e olyan ügyeket, amik mellett ki tudtok állni mondjuk ti még teljes messzelességgel, és ami kapcsán ti is elvárnátok, hogy mondjuk az abban érintett emberek is kiálljanak, Debrecen, Mike Pércs, és, és mondjuk azok, azok mellett, akik tiltakoznak az akúgyártás ellen. Hát ugye a közös projektünk abszolút erről szól. Tehát arra inspirálni embereket, hogy civil szervezeteket hozzanak létre, az egyén fejlődése és a közösség erejét akarjuk létrehozni. Tehát mi ilyen nagyon kis aprólékos munkával dolgozunk, mi csak ebben látjuk, hogy előbb vagy utóbb ez a kritikus tömeg, vagy egyáltalán az, hogy eljöttünk egy olyan szintre, hogy ez önmagától fog alakulni. Tehát azt nem látom, hogy most konkrétan ez az esemény fog bármit tenni. 2026-ban mindegyikünk reménykedik, és dolgozunk érte, hogy változás állhat fenn, vagy pedig a magyar nemzet elhiszi magáról, hogy többre képes. Úgyhogy kb. ezt tudjuk, hogy mindenki csak azon nagyon, hogy hogyan lehet, és nem azon, hogy hogyan. Nem, de, hogyan lehet, és nem azon, hogy hogyan nem De De egy olyan elképzelhetőnek látsz, hogy valami olyasmi történjen, mint az Egyesült Királyságban a Thatcher kormány idején, ahol ugye hosszantartó bányász sztrájkok voltak, és hmm. mikor ott volt egy ilyen, amiből egyébként film is készült, hogy az ottani melegmozgalom az odaállt a, a sztrájkoló bányászok mellé, és cserébe aztán a bányászok is odaálltak a, a melegek mellé két olyan közeg, akik eredetileg amúgy semmi közük nem, vagy legalábbis nagyon minimális közük volt egymáshoz, teljes szolidaritást tudtak vállalni egymással, és kölcsönösen próbálták segíteni egymásnak, a, egymásnak az ügyét. És vélhetően egyébként volt is hatással, társadalmi hatása Olaszországban erre van egy másik nagyon jó példám, a Szárdine mozgalom, amikor tulajdonképpen Szárdini be akarta buktatni a kormányt, és azt hitte, hogy neki mindent lehet. Tehát volt ez a nagy ego, ez az ispánság érzése, ami itt is van. És tulajdonképpen generációkat mozgatott meg a Szárdine mozgalom, ami egy kis fiatalok közössége. De mit csinált? A civil szervezeteket hozta össze, és így voltak százezren, nem tudom, Rómában, Milánóban, Veronában egyenezren, és olyan mozgalom indult el, meg olyan. Mert ők azt kérték csak, hogy a politikában legyen egy tisztességes nyelvezet, és egy um, érték alapú um, konfrontáció. És képzeljétek el, a 80 éves anyuka, mamika ott volt, és az unoka, akik eddig nem tudtak erről beszélni. Tehát mindig van egy ilyen flow, vagy valami lesz, de... Azt ez kell valami, ami összekössön valami igen. közös gondolat? Igen, de... közös de... nevező, igen. Az... És itt ez nincs meg? Alulról még, fermentálódik. Vagy, már, vagy Olaszországban is alulról fermentálódott. Tehát azt nem veszed észre. Tenni tennik el, nem tudod, melyik, ez a pillangó effektus. Egy nem csak, tudod, egyszer csak az... lesz, azt igen. mondod? Igen, egy a lényeg, mindenki tegye. Vagy bejön valami új fogalom, amire rá tudnak többen kapcsolódni. Igen. Itt gondolom nem politikai fogalomra gondolsz. Hát én eleve olyan vagyok, hogy én a Majd politikában nem. sosem bíztam, tehát én nem is értem a politikát, abszolút semmit nem értek belőle, azt sem értem, hogy miről szoktak beszélni, hm. de engem nem is találnak meg, úgyhogy én, én a közös munkában hiszek én is a közélet, tehát a közügyek. Nincs is olyan már, hogy politika, és nem is lesz a jövőben. Tehát ma már a közéletről szól. Tehát nincs olyan, hogy most már delegálni fogunk. A jövőben az van a gyerekeknek is, szerintem ezt kell átadnunk, hogy a közélet, a közügyek iránt érdeklődnünk kell és tenni kell. Egyébként elvileg erről szólna legalábbis az ókori gyökerei a, a politika szónak, hogy a közös ügyeknek az intézése, a polisz, Ügyeinek a, a, az intézése. Tehát valahol egyébként ez is az, amit e, ti csináltok. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Balok Ildikó és Pintje Andrea a civil aktivistákkal beszélgettünk. Kopányi szabolcs a Debecín újságírója társaságában, én szintén a Debszínegságója Polgártót Tamás e, vagyok, illetve voltam, ahogy ezt szokták mondani ilyenkor beszélgetések végén. Ezt a podcastot a Debrecen stábja készítette. Amennyiben szeretnének még több ilyen adást hallgatni, kérjük fizessenek elő online újságunkra a debrecen.hu címen. Köszönjük, hogy minket hallgattak, a viszont látásra, illetve halásra, és sziasztok! Köszönjük!